Orbán Zoltán vagyok, a Kaniza Csillagai Együttes vezetője, szabolcsi férfi cigány táncokat fogok tanítani. Közel 20 éve tanítok népzenét táncot a Fund Művészetoktatási Iskolában, illetve jelenleg a Dik TV Kerász című műsorát vezetem, ahol műsorvezető és tánctanár. El is érkeztünk a második leckéhez, ez pedig a csiktaposó. Ugye neve egyértelműen leírja, hogy miről szól, mutatom. A második figura pedig egy ilyen csárdásos sarkazó lesz, de ezt mind szépen összerakjuk és kidíszítjük. Tehát én arra gondoltam, hogy lesz egy csiktaposó, lesz egy ilyen kiszúrásos része, lesz egy előrefutás, amivel fordulunk, majd hátra négy ilyen figurával, és utána kötjük ezt a csárdásos leszúrás. Majd pedig, ha már így hátul leszúrtunk, akkor még egy ilyen forgás belefér. Na hát ezt fogjuk megtanulni a második leckében. Kezdjük is a csiktaposó mozdulatát. Jobb lábbal kezdjük, felemeljük a jobb lábunkat. Lerakjuk a fél talpunkat, ugye a lábfejünk előső részét, és először belőle fordítjuk a sarkunkat, majd kívülre. Majd cserélünk lábat. Jön a bal láb, csak egy kis ívet leír. Utána belül, kint, csere, bent, 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 kint, csere. Tehát így fog kinézni. És amikor van ez az ív, ugye amikor tesszük előre, akkor szúrunk egyet le a földre. És már meg is van a második figura is. Na, ha ezzel meg vagyunk, és így fejeztük be, utána jöhet az előre futásos forgás. Így fejeztük be tehát. Lerakjuk a sarkunkat előre, majd felhúzzuk. Tehát sarok előre, kifelé kihúzzuk, és hármat lépünk. Egy, két, három, hármat előre. Tehát jobban jobb. Még egyszer. Egy, két, pipipá, mellé zárunk. Felugrunk és keresztbe tesszük a lábunkat, úgyhogy a jobb lábunkat rakjuk előre, majd kifordulunk előre. Tehát ennyi. Na még egyszer nézzük csak meg. Egy, két, pipipá, egy, két, há, így néz ki. És utána, ahogy mondtam, négy ilyen kis hátralépéssel hátraélünk, és jöhet a következő figura, ami így néz ki, hogy kettő csárdás, és a harmadikat így leszúrjuk. Tehát jobb lábbal még kilépünk, de bal lábunkkal így a jobb láb mögött egy spitz leszúrás. Majd pedig fordítva is. Kettő, három, és. Tehát ez így néz ki, remélem lehetett hallani a ritmus képlete az, hogy titi titi tá tá. Tehát titi titi tá tá. És ha már olyan szép, ahogy így leszúrjuk hátul, akkor legyen még egyet, kettőt, ugyanaz a fajta forgás, jó? Tehát ennyi. Ez a vége valójában. Na még egyszer csak ezt. Egy, kettő, három, négy, és egy, két, há, és jöhet a forgás. Rakjuk össze, azt gondolom, és zenére csináljuk. Az éjszaka, jaj, de hideg, nem szeretem én.